Köszöntöm nézőinket! Mai vendégünk dr. Nagyváradi László csillagász, egyetemi docens a Pécsi Tudomány Egyetem természettudományi karáról, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Jelenleg itt vagyunk Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben, a Pécsi Galériában, az űrrel kapcsolatos kiállításban, és itt van tőlünk szinte karnyújtásnyira a planetárium épülete, melynek nagy jelentősége, hiszen egész évben vannak előadások, de nyáron kicsit más a programrendszer, és hát folyamatosan jönnek a turisták, de a pécsi diákok is, úgyhogy nagyon nagy a forgalom. Először beszéljünk egy picit erről, aztán majd később menjünk jobban bele az űrbe. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Hát igen, most egy olyan galériában vagyunk, ami egész évben állandó kiállításokat is, vagy időszaki kiállításokat is mutat, és most egy hosszabb időszakra űr témával kapcsolatos, de alapvetően hát művészeti vonatkozású kiállítást láthatunk, ahol végigvezetik a látogatót érdekes sötét termeken keresztül, ahol éppen a csend, vagy a sötétség, vagy a fények játéka vezeti be abba, hogy milyen lehet a világűr, vagy hogyan képzelik ezt el maguk a művészek, az alkotóművészek. Most egy szinttel feljebb ugye ott a planetárium, ahol annak a nehéz és talán végtelen sokáig tartó kutatásnak, tudományterületnek az ismeretterjesztő bemutatása történik, amit planetáriumnak hívunk, ami egy 100 éves találmány már. Ugye egy optikai planetáriumot egy jénai Carl Zeiss nevű optikus álmodott meg, amikor nagy háború dúlt, ugye még akkor így hívták 1915-ben, és Einstein kijelentette, hogy a világegyetem az egy fura dolog, hiszen végtelennek adta az ő számítása, és a gravitációs törvényekkel, a newtoni törvényekkel együtt a relativitás törvényeit írta le, és ez a mai napig is megcáfolhatatlan, és ez a végtelenség és relativitás térben és időben hát úgy néz ki, hogy egy nagyon hosszú megismerési folyamat része. És ekkor mondja Einstein, hogy az égbolton semmi sem igaz. Tehát nagyon fura, ha az ember a saját szemének sem hihet. Ugye? És az égbolton így van. Azt mondta, hogy semmi sem ott van az égen, ahol látjuk, még a nap sem. Tehát felnézünk a napra, 8 perces múltját látjuk a napnak. De ha a csillagokra nézünk, mondjuk a göncölszekére, amit mindenki már megcsodált, akkor több száz éves múltból jön az a fénysugár, ami akkor éppen a retinánkat, a szemünket eléri. És ugye ezek az égitestek nem is akkor vannak ott, nem is ott vannak, és nem is arra mozognak, amerre elmozdulni látjuk. Sőt, azt is mondja ez az időszak, Einstein, hogy nincs éjszakai csillagos égbolt. És ugye akkor azt mondja Carl Zeiss, hát ha nincs igazi csillagos égbolt, csak az agyunk találja ki, akkor csinálhatunk egy mesterséges égboltot. Ez lett a kupola, ugye a Dóm Színház mondhatnánk, amelyet érdekes módon nem a csillagokról neveztek el, hanem a planétákról, mert 5 különleges pötty van az égen, ami vándorolni látszik, mert az összes többi csillag áll egymáshoz képest ezen a mesterséges égbolton. Ezek a planéták ugye valaha görög, illetve római istenek nevét kapták, és ők azok, amit esthajnal csillagnak, vagyis Vénusznak, vagy éppen Merkurnak, Jupiternek, Marsnak, Szaturnusznak nevezünk. Tehát innét jönnek a planéták, illetve a planetárium elnevezés. Most ez a csodálatos és furcsa látvány, amelyben hát részünk van minden este, de ha valaki most megrökönyödne, hát én láttam a csillagos eget este, mi az, hogy nincs. De gondoljunk bele, a levegőt látjuk? Nem. Pedig éjszaka a levegő egy átlátszó üvegként működik nekünk. Nappal látjuk a levegőt, mert kék. Kék az ég. És ugye a magyar ember körülnéz, most ugye dinnye szezon van nyáron, tehát ha egy nagy gömbölyű dinnyét elvágunk, mindig köröm metszete. Így vágja el a szemünk is egyébként a horizontot. Ezért néz körül a magyar ember, ha valamit keres. És akkor a horizonton ott lesznek az égtájak, mert a nap kel, meg delel, meg nyugszik. És ez a horizont egy gömbsüveget kimetsz a fejünk fölött. Egyébként ezt a gömbsüveget régebben éghajlatnak nevezték a magyar mondavilágban, ugye meghajlította göncöl a teret, mint egy jurta, vagy éppenséggel egy ilyen félgömbsátor, és ennek a félgömbnek ugye a kék színét nappal az agyunk megjegyzi. Lemegy a nap, a levegő átlátszó, és ezt a rengeteg pöttyöt, amit csillagnak hívunk, ezeket valahova el kell helyezni a szemünknek. És hát mivel a levegő nem látható, ezért emlékszik az agyunk a nappali égbolt alakjára, és feketéből kitalálja, hogy egy kupolán vannak a csillagok.
hát nem ott vannak, tudjuk, egészen távol vannak, de mégis egy ilyen képzetet kelt az agyunk, és így jön létre a valóságban is egy mesterséges éjszakai égbolt. És ezért tudunk hitelesen, bizonyos szempontból az embereknek olyan élményt nyújtani, mint ha kint lennének, és tudunk utazni időben és térben a csillagok között. Hát az univerzum az nagyon érdekli az embereket, és ugye a magyar űrkutatás is igencsak jelentős, és sokan nem is gondolnák, hogy már 75 éve foglalkozik Magyarország az űrkutatással, és 15 óta, 2015 óta az ézibe is belekerültünk, tehát nagyon fontosak vagyunk, világviszonylatban elismertek vagyunk. Ugye vannak magyar űrhajósaink is, Farkas Bertalan, Charles Simony, és hát úgy néz ki, hogy most készülődik megint egy ilyen óriási attrakció. Hát ilyen csúnya zsargonnal élve volt egy nagy casting. Hány emberből és milyen szelekció alapján lehet kiválasztani egyáltalán egy űrhajóst? Elképzelünk sok mindent, hogy ilyen erős fizikum, jó egészség, jó szívnek kell lenni, és mellett azért elég magas tudással is kell rendelkezni. De hát ezek ilyen hétköznapi realitások talán, de mégis mi a valóság, mit lehet erről tudni? Igen, valóban a magyar csillagászati kutatások, a tudomány jó helyen áll a világ elismerésében, vagy a rangsorában. Már eleve az, hogy hol a világűr határa, ezt egy magyar tudós mondta meg. Éppen Kármán Tódor. Tehát az, hogy az űr hol kezdődik, és kit nevezünk űrhajósnak. Egyébként az az űrhajós, aki eléri azt a bizonyos sebességet, amit Newton kiszámolt, olyan 27 ezerrel kell száguldani a rakétával. Ezt is ki kell bírni, ugye ezt a hatalmas terhelést, de csak egy percig, vagy másfél percig, és 110 km magasságban föld körüli pályára áll. Aki ezt megteszi, az űrhajós. Sok űrhajósunk lesz egyébként, hogyha esetleg 20 év múlva is beszélgetnénk, ha lehetőség van rá, akkor bizony azt mondhatnánk, hogy hát az űrturisták úgy röpködnek, mint ma egy drágább új-zélandi útra elmegyünk repülővel, mert ennyire olcsó lesz majd az űrturistáknak is kijutni, és talán gyerekek is megtehetik majd. Na de visszatérve, tehát a világűr határát meghatározza a magyar tudós Kármán Tódor, és ezt követően a rakétafejlesztés, ami majd ugye az 50-es években indul el a hidegháborús szovjet-amerikai versengéssel, el is érik majd ezt a sebességet, ezt a körpályát, és hát először persze csak egy Sputnik 1 nevezetű műhold, majd egy amerikai Explorer nevű műhold áll pályára, tehát gépek, aztán jönnek az élőlények, Laika kutya, aki még ugye életét veszíti, mert hát itt gyorsan kell menni, hogy ne essünk vissza, de ha az vagy az űrhajó gyorsan megy, akkor fel is hevül a surlódástól, tehát hővédő pajzsot kellett kifejleszteni, úgyhogy Laika kutya még megsemmisült, mielőtt kiért volna az űrbe, de aztán a többi kutya, amerikai csimpánzok, patkányok, gyíkok, sokféle élőlényt küldtek ki, majd ment az ember. Ugye, tehát Gagarin majd kijut 61-ben, óriási léptekkel jut el a világűrbe a hódítás, és 69-ben már Armstrong a Holdon sétál. Tehát előtte mondhatnánk semmi, és hirtelen a korábbi elméleti fejlesztések, tehát a rakétatechnika kifejlesztés, amely megvolt már a század elején, vagy éppen Kármán Tódor munkássága, vagy éppen Baj Zoltán, aki radarvízhangot kap a Holdról, tehát olyan nagy múltú tudományos eredményeink vannak, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió megengedte, hogy mi krátereket nevezzünk el a Holdon a magyar tudósokról, vagy a Marson, vagy a Vénuszon, vagy a Merkúron. Tehát ez mind azt mutatja, hogy ott a helyünk. És aztán persze eljutunk oda, hogy ténylegesen az Interkozmos programmal, ugye a keleti blokk tagjaként Oroszország, vagyis hát Szovjetunió űrprogramjával kijut Farkas Bertalan 1980-ban, és akkor ő ténylegesen az első űrhajós. Kiképzett űrhajósnak meg kell említeni mindenképpen Magyari Bélát is, sajnos ő már nincs köztünk, pár éve ugye meghalt. Mindig több űrhajóst képeznek ki. Ugye mondjuk, hogy dublőr. Nem tudjuk, ki a dublőr, mert az kicsit úgy tűnik, mintha ő csak második osztályban lenne, de bárki azon a reggelen hőemelkedése van, nem jó a gyomra, bármi történik, már is nem mehet, és akkor a másik legénységet lövik. Egyébként maga Armstrong sem készült a Holdra, ő a dublőr legénység volt, csak a másik legénység, aki ment volna, az egyik tag megbetegedett, és így ezért Armstrongot mindenki ismeri, ugye a többieket pedig kevésbé. Tehát így valóban a magyar űrkutatás, hát 75 éve
mondhatnánk hasit, és ezért is már több évvel ezelőtt, ahogy említette, az Európai űrügynökség, ugye ez a NASA alakult meg legelőször, ez az amerikai nemzeti űr- és légügyi hivatal, aztán az oroszoknál ugye az Interkozmosz program, és akkor az ESA megalakul, mint harmadik nagy űrkutatási pólus, ez ugye az Európai űrügynökség, amelynek teljes tagjává vált Magyarország is évekkel ezelőtt. Elképzelhető, hogy ebből kifolyólag jelentős anyagi támogatást is kap Magyarország ezekre a kutatásokra? Igen, tehát mi magunk is ugye befizetünk, hiszen ez egy tagsági díj, de amikor valaki nagyobb eredményeket ér el, nagyobb ötletei, feltevései vannak, amikhez több pénz kell, akkor a közös pénzből nagyobb összeget kapnak a magyar kutatók. Így ma is vannak olyan nem csak űrkutatás, hanem csillagászati projektek, amelyben magyar szakemberek vezetik a világnak, vagy annak egy részének ezt a kutatási irányát. Úgy tűnik, hogyha sikeresek lesznek a felkészítések és az egyéb folyamatok a következő pár évben, akkor hát két év múlva magyar űrhajós az űrállomáson keringhet. És jól tudom, 500 jelentkezőből választottak 50-et, és abból 4-et, és abból belekerült egy magyar, egy pécsi úriember, akit ezzel az egyetemen dolgozik, de egyelőre még nem áruljuk el a nevét. Amikor elkezdődött az egész lehetőség, hogy újra magyar űrhajós menjen a világűrbe, akkor ugye két helyen is van lehetőségünk, hiszen megvan a kapcsolatunk az orosz űrkutatással, ami egy nagyon fontos jó kapcsolat, az egész világnak egyébként megvan kapcsolat, a Kínát leszámítva, tehát az amerikaiak, a kanadaiak, brazilok és mindenki, aki a nemzetközi űrállomáson dolgozik, India, Japán jó kapcsolatban van egymással. Hiszen a világűrben tényleg az az egy hajó, az ami űrhajó mondhatnánk, vagy űrállomás, ott komolyan a legfejlettebb technikát kell átadni a másiknak. Ott nincs olyan, hogy most a politikai csatározások, mondjuk így, ez nem az a színhely, szerencsére. És így ezek a programok, ezek össze is fonódnak egymással. Most jelenleg az a helyzet, hogy éppenséggel a nemzetközi űrállomásnak lejárt a műszaki vizsgája. Hát az élettartama elérte azt, már túl is lőttek rajta, de még kéne, hogy működjön, mert nem készült el az új. És ezért most éppen az orosz űrkutatást tudja fenntartani. Tehát mondhatnánk, ő most a sárga angyal, hogy még pár évig, legalább két évig az űrállomás működjön, fent legyen, és el tudja végezni a munkáit, aztán majd lezuhan, leirányítják a felszínre, mert ugye ez egy két focipályányi méretű hatalmas nagy űrkomplexum, ahol megvannak a modulok, amiket különböző országok építettek, és szépen összekapcsoltak egymással, mint mondtam, Kínát leszámítva. Kína ugye az egyetlen, aki Amerika és Oroszország után önállóan megcsinált mindent, elment a Holdra is egyébként a képeivel, és már mintát is hozott a Holdról, hiszen a cél az, hogy az emberiség életét jobbá tegyük, nem csak az, hogy megtudjuk, hogy a végtelent hogyan kell felfogni, bár talán sosem tudjuk meg, én mondhatom, de Einstein azt mondta, hogy megtudhatjuk, csak végtelen sokáig tart. Ugye a nagy tudósok így beszélnek bölcsen, és Kína ugye megépíti a mennyei palotáját, az űrállomást, de lezuhan. De megépít még egyet gyorsan, és az most működik. Úgyhogy ott három űrhajós dolgozik, ugyanúgy keringenek a Föld körül, mint a nemzetközi űrállomás, és lesz egy új generációs nemzetközi űrállomás, amit majd reméljük ugyanígy együtt, de ezt még nem lehet tudni, orosz-amerikai, ESA és különböző országoknak a szakemberei építenek fel, és ezzel figyeljük a Földet. Ugyanis a Föld ez egy működő élőrendszer. Tehát jó lenne tudnunk, mikor lesz a következő földrengés, mikor, hogyan terjed mondjuk egy olajszennyeződés a világóceánon, merre vonulnak a halrajok, milyen a széndioxid lekötése, vagy éppen a klímaváltozás, vagy a golfáramlatnak a változása. Tehát ezeket tematikus műholdak és az űrállomás kutatóegységei vizsgálják, és azt szeretnénk tudni, hogy mi történik akkor, ha. Ugye szeretnénk tudni, mi lesz 50 év múlva Pécsett. Vagy Magyarországon, vagy egyáltalán az Atlanti-óceánon, hogy megtereme a krumpli, vagy mi is olivabolyót termelünk a napra forgó helyett, mert valóban van klímaváltozás. Ha visszatekintünk, ugye minél hosszabb az adatbázis sor, a mérések, számítások, annál inkább látjuk, hogy térnek vissza jelenségek,
ugye 3000 évvel ezelőtt, amit a planetáriumon is itt bemutatunk, ott az égen, az őszi égen a vízöntő csillagkép. Ugye van, aki ebben a jegyben születik, az Aquarius, akkor úgy gondolták a görögök, hogy haragszik rájuk Zeus, vagyis hát Hellének akkor még, és elviszi az esőt. És ezért szőlőt adtak Zeusnak, Zeus így szólt a pohárnokának, a 7 éves fiúcskának, Ganymedesnek, aki fogta és a korsójából meglocsolta Hellászt és eloltotta az erdőtüzeket. Ugyanis 3000 éve épp így égett a mediterrán világ, pont egy ilyen szárazodási folyamat volt. Fajok kihaltak, eltűntek, délebre húzódtak és így tovább. Éltek Európában is oroszlánok, megvannak a leletekben a csontjaik, csak a klíma úgy megváltozott, hogy alkalmatlan volt, meg vadásztuk is őket, tehát problémák voltak. És akkor még nem tudták, hogy a mediterrán ciklonok jönnek meg ősszel, és nem Ganymedes locsolja a Földet. Mi már tudjuk, hogy ez egy szekuláris folyamat, de most eljutottunk megint oda, hogy megint egy szárazodás van. És persze Kaliforniától kezdve Portugálián át Ciprusig minden ég, és hát nem Ganymedesre várunk, hanem ugye a tengeráramlatokra, hogy hozzák a ciklonokat. És hogyha ezek a vízhőmérséklet megváltozik, akkor amit tudunk mérni a világűrből, és nem lesz akkor a különbség, hogy cserélődjön az arktikus hidegvíz és az egyenlítői melegvíz, hanem az melegszik, ez hűvösödik, és egy egyveretű lesz, nem lesznek áramlatok, akkor megszűnnek a ciklonképződés és a csapadékképződés. Úgy tűnik, nem ijesztegetve a kedves nézőket, hogy ha leállítanánk az összes autónkat holnap, és bezárnánk az összes gyárat, akkor is el fog olvadni Grönland gleccsere, az összes gleccser. És Grönland megint zöld lesz. Mert volt már Grönland zöld, a vikingek ott éltek 400 évig, és buzát termeltek, és pici szarvasmarhákat, és mindent. De az azt is jelentett, hogy megemelkedett az óceánok szintje, ugye az emberek akkor még nem a tengerparton éltek. Bizony ez a folyamat, ami úgy tűnt, korábban is ismert volt, de a kutatások szerint 100 év múlva következik be, aztán 10 évvel ezelőtt már 50 évet mondtak, napjainkban meg 20 évet. És bizony ehhez kellenek ugye ilyen szenáriókhoz felkészülés, hogy az a 3 milliárd ember, aki a tenger szintjén él, annak valahova mennie kell. Ugye tudunk ilyen evakuációs tervekről, Seychelles-szigetek, ahol 2 méteres a legmagasabb hegy, ugye mert egy gyönyörű turista paradicsom, egy korallzátony, de el fog tűnni, ha a világtenger emelkedik 50 vagy 100 métert. Tehát ezek mind a világűrből nagyon jól mérhetők. Folyamatos, ugye monitoring, a űrállomástól a műholdakon át rendszeres a megfigyelés, és ebből látjuk, hogy a folyamat gyorsul. Hát ehhez kell majd valamit kitalálni, és ez az űrkutatás, és akár a magyar űrhajós is, akit űrhajósokat kiképzünk és küldünk, ők is programokkal mennek fel. Tehát az egyetemek, akár ELTE, akár Pécs, akár Műegyetem, vagy a különböző kutatóintézetek felvértezik az űrhajóst, ezért annyi munkája lesz, hogy rengeteg, hogy ezt is végezd el 6 hónap alatt, azt is, amazt is, és akkor az adatbázisokat majd lehozza, leküldi, és így a magyar kutatás is, és persze az ESA, az európai kutatás is gyarapodik adatokkal. Ebben az esetben 6 hónapig egyedül van fent az űrben az illető? Nem, mindig legénységről beszélünk. Egyedül nem is lehetne ugye dolgozni, bármi történik, beveri a fejét, vagy valami szív, egyéb probléma. Van állandó robot. Hát ez a 4 fő, amiről beszéltünk az elején, ez a bizonyos legénység? Akik megmaradtak a végén beválogatás során, nem? Belőlük csak egy fog menni. És a legénység honnan tevődik össze? Nemzetközi. Uh-huh. Tehát mindenképpen lesz amerikai, orosz, ez a standard, ugye hiszen ők a két, hogy úgy mondjam, nagy bázis, és akkor ezen kívül nemzetközi legénység szokott lenni, váltják egymást, most éppen 7 vannak fent, ami ritka, de itt a műszaki állapot miatt is, 3 orosz, 3 amerikai és egy olasz űrhajós van fent, és akkor, amikor lejár ez a 6 hónap, azért 6 hónap, mert a súlytalanságban leépülnek az izmok, és akkor a csontritkulás és egyéb folyamatok, ez még veszélymentesen megoldható, de volt már kísérlet az oroszoknál még a korábbi űrállomáson, hogy több mint egy évig ott volt egy űrhajós, és utána nem tudott már lábra állni, mert olyan mértékben nőtt 30 éves korában, hogy a csontritkulás már kerekesszékbe készítette.
vagy ő kényszerítette. Dobbanatás. De érdekes dolog, mennyire ismerik egymást ezek a, úgymond a legénység, hiszen azért ez egy komoly pszichológiai próbatétel is, összezárva akár vadidegen, akár félig ismerős emberekkel, mert ugye lakva lehet megismerni egymást. Erre mekkora hangsúlyt fektetnek? Mi tud erre? Hát épp ez a legnehezebb része a kiképzésnek. Gondoljuk meg, a Covid alatt a saját családunkkal voltunk összezárva, és véreink, és az ember összezárva nehezebben viseli, és akkor idegenekkel, nyelvi, kommunikációs, egyéb problémák, mentális problémák. Erre ezért van az, hogy az 500 emberből nagyon kevesen lesznek alkalmasak a végén. Tehát nem is kell az, hogy mind ahogy Farkas Bertalan idejében, hogy ott a hadseregben megnézték ki a legjobb 30 pilóta, és akkor megnézték, hogy kit válasszanak ki, vagy kinek alkalmasak az orvosi adatai. Ma ez már egy kicsit túlnyúlik ezen, hiszen itt hosszú repüléstől van szó, még annak idején egyhetes programok voltak, ezek most fél éves programok, úgyhogy nem csak fizikálisan, de mentálisan is felkészítik az űrhajósokat, illetve a jelölteket, és akkor ezért is van, hogy többüket készítenek fel, és a végén majd egy repül, illetve, ahogy említettem, ez most az orosz programban van benne, de az ESA-nak is kellenek majd űrhajósok, és mivel teljes jogú tagok vagyunk, mi is küldhetünk, ezért nagy valószínűséggel arról hallunk majd 2-3 vagy 4 éven belül is, hogy már 2 újabb űrhajósunk is megy a világűrbe. Sokat hallani arról is, hogy Földünk nyersanyag készlete, tehát kimerülőben van, és még azt is hallottam, hogy esetleg a Hold az kiváló nyersanyagforrásnak tekinthető, mi a közeli égitestek. Mennyi realitása van, és mondjuk mennyi idő múlva képzelhető el az, hogy onnan hozunk nyersanyagot? Nagyon sok a realitás. Ugye régebben mosolyogtunk, amikor ilyen bohókás, nem tudom, arab emírek milliárdokért megvettek a Holdon telkeket, ugye? És hogyha ezt tényleg bejegyezték egy nemzetközi holdhivatalban, hogy így mondjam, akkor most lesz realitás, hogy ott kinek lesz joga bányászkodni. Mert ugye van egy érdekes dolog, hogy van az országok területe, ugye a szuverén országok, akinek tengerpartja van, akkor a partoktól, most nem is akarok rosszat mondani, 200 tengeri mérföldig az övé. De hogyha nincs ekkora távolság, akkor felezik a köztük lévő távolságot. És ez nem mindegy, hogy kibányázhatott földgázt, kőolajat a tengerből, mangánt, sót és bármit. Na most a világűr, és az mindenkié. Mert egyébként a Földünkön is a világóceán az bárkié. Tehát Magyarország is elküldhet egy kutatóhajót a partoktól távol, amely már nem felségterülete senkinek, és ott bárki halászhat törvények szerint, meg kutathat, meg ásványkincset gyűjthet. Na most a világűr egyelőre még ilyen. Bárki, aki oda megy. Amerika mondta, hogy az övé az összes energiahordozó itt a környéken, mert ugye a NASA egy erős kutya, de Kína elment a Holdra és hozott mintát. A realitás az, hogy nagyméretű bányászkodásra azért még várni kell 1-2 évtizedet, de az nem tűnik soknak, ugyanis a Földünkön, hát tényleg ezek a ritka földfémek, vagy éppen lítium, vagy azok az anyagok, amelyek kellenek az elektromos világunkhoz, az elektromos autókba, 20 évre állnak rendelkezésre. 20 év. Tehát most kezdjük el az elektromos autókat használni, és tudjuk, hogy 20 év múlva nem lesz hozzá akkumulátor alapanyag. Olaj, amivel úgy aggódunk, meg gáz, meg egyebek, az még 100 évig elegendő van. Ugye ez egy érdekes dolog, de valóban a környezetszennyezés, meg a klímaváltozás, meg a üvegházhatás kapcsán, hát valóban váltani kell, és ez majd az űrből jöhet, akár a Holdról, mivel ő a legközelebbi. Lehetséges, hogy 20 év múlva a mobiltelefonunk, ami rezgést is tud, az egy olyan ritka ásvány, ami a Földünkön kifogyóban van, alig van 1-2 tonna, mondjuk ez sok milliárd mobilhoz elegendő, de a gyerekeink, unokáink mobilja már egy Holdról származó ilyen ásvánnyal fogja produkálni azt, hogy rezeg a telefonja éppenséggel. Tehát megvan a realitása, űrjog, úgyhogy például az űrhajósokat ki kell képezni, vagy az ESA szakembereit, mert Magyarországnak delegálnia kell szakembereket oda a hivatalba, akik sosem fognak repülni, vagy űrutazni, de ezzel foglalkoznak, hogy a jogi hátteret, a gazdasági hátteret megteremtsék. Nekik tisztában kell lenni, új törvényeket kell hozni, hogy hogyan lehet bányászkodni, kié az energia, és hogyan közlekedhetünk. A téma viszont kimeríthetetlen,
Úgy gondolom. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, illetve hogy mi ide eljöhettünk, és további jó munkát kívánok, és nagyobb planetárium előadásokat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőnk, Önök dr. Nagyváradi László csillagász egyetemi docenset hallhatták, láthatták az elmúlt közel fél órában. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!